Ebben az immunterápiás helységben kezelik mostantól a bőrdaganattal küzdő betegeket. Párhuzamosan 5-6 beteget kezelhetnek a rendelőben. Kényelmes fotelágyak biztosítják az érintettek számára a kezeléseket. Új bútorokat is kapott a helység, ahol megfigyelő állomás is működik. Ezen kívül egy új orvosi szobát is kialakítottak a kezelőhelység mellett. Lengyel Zsuzsanna klinikai az átadott helység fontosságát emelte ki. Ez a helység ez kifejezetten a dermatonkológiai betegek betegeknek lett dedikálva, az olyan bőrtumorban szenvedő betegek, akiknek áttétes betegsége van, vagy megelőző kezelést kapnak. A megelőző kezelés az azt jelenti, hogy ne újuljon ki a daganatok. Ugye a bőrdaganatoknak a gyemelkedő incidenciája látható világszerte, így Magyarországon is. Itt megkülönböztetjük a melanómát, illetve a nem melanóma típusú bőrdaganatokat. Szerencsére az elmúlt évtizedekben olyan jó innovatív készítmények kerültek törskönyvezésre, amely a betegeinek jobb, jobb, túlélést biztosítanak. A helység azért vált fontossá, mert eddig az ambulancián folytattuk ezeket a kezeléseket, mostantól pedig egy magasabb színvonalon, egy erre dedikált helységbe tudjuk a betegeinket ellátni. A PTLKK bőr nemikortani és onkodermatológiai klinikája regionális melanoma bőrdaganat centrumként működik. A dermatoonkológiai betegek száma növekszik, hiszen a tudomány fejlődésével el, bővül a kezelésekre javasoltak köre, és változik a terápia módja is. Az elmúlt években a kúraszerű ellátást igénylő betegek száma heti 3-5 kezeltről heti 30-35-re emelkedett, és ennek további növekedése várható a jövőben. A daganatos betegeknek a túlélése jelentős mértékben megnőtt. Ez rendszeres felügyeletet, rendszeres kezelést igényel, és ahogy azt látni tetszettek, abban a szobában tulajdonképpen ennek a kezelésnek a menedzselése történik. Döntően infúziós kezelésről van szó, illetőleg nem csak maguknak a daganat tüneteknek, a daganatnak a kezeléséről, hanem a kapcsolódó mellékhatásoknak a kezeléséről is. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy egy kultúráltabb környezetben, Effektívebben lehet ezt a feladatot megvalósítani. Persze titokban, és nem is olyan nagyon titokban azt kívánjuk, hogy minél kevesebben kerüljenek abban a helyzetbe, hogy ilyen kurára szükség van. A korszerű immunterápiás kúra helységet a Pécsi Tudomány Egyetem klinikai központ támogatásával közel 15 millió forintból alakították ki. Azzal, hogy itt egyszerre több beteget gyógyíthatnak, felszabadulnak az eddig erre a célra használt rendelők. Így rövidül a kezelésre várakozás ideje, azaz hatékonyabbá válik a betegellátás.